prezentima pénz ügyi bizottság tagjai, illetve a bizottsági ülésen megjelent teket, polgármester úr, jegyző úr, alpolgármester úr, megjelent teket, pénz ügyi iroda vezetőjét és a KFT igazgatóját. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, különösen úgy, hogy Ciporné Valika jelezte, hogy pár percet késik egy szakmai elfoglaltság miatt, de jönne. Szeretném megkérdezni a jelenlevő tagokat, hogy elfogadják-e, hogy a pénzügyi bizottság ülését a meghívókon között napirendi pontok szerint folytassuk le, mert két nagy része bomlik, egy nyilvános és egy zárt ülésre. Aki ezzel egyetért, két feltartással jelezze. Köszönöm szépen, elmegszabadott tartózkodás nem volt. Az első napi rendi pont, Mirtelegváros önkormányzat a 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalása. Minden évben ilyenkor találkozunk, és mindig elégedetten állapítjuk meg, hogy egy mondatot ragadjuk ki az egészből, hogy évközben finanszírozási gondok nem nehezítették az önkormányzat gazdálkodását, hitelfelvételre nem került sor. Ez nagyon fontos volt, illetve az is egy érdekes szám, a milliók szám közül, amit 800 millió forintos költségvetés fogadtunk el, és ez az év folyamán majd duplájára csúszott, és meghaladja bőven a másfél milliárd forintot. Aztán itt részletező, nekem még esetleg majd erről beszélgetünk részletesebben, és még egy fontos dolgot tartani kiemelendőnek, hogy az önkormányzat vagyona is közben majd fél milliárd forinttal, 456 millió forinttal gyakorlott. És bár ebből abból összejött, de azért mégiscsak egy szép záró pénzkészlet mutatkozott az újvégének, aminek magyarázatát is megkaptuk. Miközben az intézményeink működési színvonala emelkedett és a gazdálkodás költségtakarékosabb lett. Ennyit bevezetőként kérdezem a bizottság tagjait, van-e hozzászólni valójuk a számokhoz, vagy szeretnél? Bocsánat, megkérdeztettem volna. Annyira jó volt ez az anyag, hogy én ezt már fel sem merült, hogy ezt esetleg igen. De van egy fontos kérdés. A harmadik oldalon a hitelezési adó középpályán a 73.870.962 forint feltöltés, nem valamint, hanem melyből, tehát ebben benne van a HM Arzenál befizetése. Akkor a negyedik oldal tetején a finanszírozás bevétel, az a 2016 évi kézharmány bevételét is tartalmazza. Pontosítanám a lap alján a úthitkeret felhasználását, az 18.809.970 forint volt, teljesen a napajának kimaradt az összeg itt is való. 18.809.970 forint. Jó. Akkor oldalon. A mérnök kötelezettségeknél a 11.485.518 forint emelkedés, tehát az azt kivenném, az emelkedés egyrészt a szállítói
állomány kismértékű emelkedéséből a decemberi kifizetések megszűnése, ez plusz-minusz, tehát azért van így beírva, meg a adott túlfizetésekből adódik. Amit kicsitben? A pontot és az azt. Igen, a pontot és az azt. Ez egy valami képes, hogy szerintem emelkedés. Egyrészt az volt, igen. És még a mérlegben kimutatott 1.974 forint halasztott eredményszemletű bevételnél az önkormányzatnál ez az összeg ezen belül 1.957.144.514.516 forint. Köszönöm szépen. Akkor ezeknek a fényében esetleg észrevételek, megjegyzések, kérdések. Laci, kérdésem benne. Nem igazán tudtam értelmezni. Mert nincs volt a számban, de a harmadik oldalon utolsó előkületés, hogy a kommunális adó tekintetében a teljesítés értéke 127,59%. És olyanok is fizettek adót, akinek nem kellett volna meg? Nem, hanem a tervezethez képest. Tehát az előzetes tervek alapján, tehát ugye mivel én nekem a 2016-os keletben alapul, 2017-ben többen fizettek kommunális adót, mint 16-ban. Ez 16-hoz képest? Igen, 16-hoz nem képest. Nem 16-hoz képest, 17-ben. Tudom, hogy 16-hoz képest tervezett. Pillanat, csak ugye ebből nem derül ki, hogy mi a bázis, mi a 100%. 16. Akkor így érthető. Hiszen a teljesítése alapján. Azt szeretném még kérdezni, hogy ez az 1.200.000 forint köztemetés, ez hány főnek? Nem is az. Nem, 3 millió. 3 millió. Ez hány főnek a köztemetése? És gyakorlatban érvényesítünk-e átadó köztemetésre fordított összeget? Igen. És mi módon? Hát úgy, hogy megterheljük a házát, hogyha van vagy a... Tehát hagyatékigényt. Hagyatékigényt. Azt én tudom, hogy csináljuk, hogy akkor... Csináljuk, tehát ez vissza is jön. S hány fő? Én nem, azt nem tudom pontosan, mert egy összeget kaptam meg. Mennyiben esik egy köztemetés? Hát az 200-500-ig, attól függ, hogy venni kell hűteni. Mert ott már 500-es is egy. A másik viszont a szakmai tulajdonságom, hogy az önkormányzati összetolt mérlegfő összeg. Az összetolt azt jelenti, hogy benne van a polgármesi hivatal, meg az óvoda is. Önkormányzat, polgármesi hivatal, óvoda egybe. Értem. Még egy. A második oldalon van, hogy továbbra is kiemel feladatok felfelé működtetése, a köznevelési feladatok ellátása. Akkor ezt úgy kell érteni, hogy az óvoda? Más köznevelési feladatok. Óvoda, igen. Óvoda. Köszönöm, ennyi kérdés. Másnak megjegyzése, kérdése? Hát, de lehet, hogy inkább csak technikai jellegű, a harmadik oldal közepén, csak megakadt a szemben egy 100%-os a befizetett adó teljesítési az adótelnek megfelelően. Igen. Ugye ez akár lehet, hogy több, tehát gondolom a tervezés az úgy történik, hogy hát tudom, 85%-kal számol az önkormányzat, és akkor annyi befoly. Csak hogy pont 100% az olyan kicsi a valószínűség, hogy pont annyi folyik be. Ez lehet inkább több, csak a 100%-ig írják be azt, hogy az befolyt. Igen, így. Mert ez az, amit nem tudjuk teljesen, mert az iparüzés adónál van olyan, ugye, ami látszik is a HM-Arzenánál, hogy bejött, de nem biztos, hogy a 17-et fogja érinteni, mert az elszámlás csak májusban van. Tehát azzal mi nem számoljuk teljes egészében be. Mert ha beszámolom, akkor az eltorzítja az éveket. Mert az csak már, mint tavaly is volt az, hogy akkor is megfizetett egy nagyobb összeget, 25 millió, és abból nem lett csak 17 millió, ami az adó az előző év volt. Többi a túlfizetés. Tehát itt azért van ez a 100%, hogy bejött, amit vártunk, de amiben több jött be, az meg kérdezett. Igen, azért nincs feltüntetve, hogy 117%, azért nincsen, mert
akkor ez így működik, azért akart meg a feltöltés, ugye? Igen, igen, a feltöltés. És akkor lehet, hogy hasonlóan jelenleg a témakör, mint csak itt az utolsó előtti oldalban. Ez is inkább lehet, hogy csak kíváncsiság jelleggel az első sorban. Van egy olyan követelés állomány soron, 9 millió 300 ezer forint csökkenés van. Tehát összetartalmi bevételek mellett adótartozás, illetve lejárt követelés állomány számított értékesztés csökkenés eredményezett. Mert csak arra gondoltam, hogy ez hogyan kapcsolódott így az adótartozáshoz, és az elégülés jutott nekem szembe, hogy az esetleg mennyi maradt, mind esetleg elégülés szélén, nem is csak valószínűleg nem érinti, hogy sikerül mindent be. Nem, tehát ez úgy van, hogy a 180 túli, napon túli tartozásokra értékvesztést kell elszámolni kötelező jelleggel, amit év végén, következő év végén módosítunk a befolyt bevételekkel. Tehát ezt nem érjük le sose, ez mindig tartozás. Ha van még marad, akkor is hozzuk tartozásként a befolyásért. Tehát azt, hogy beszerezzük, azért intézkedünk, de kötelező jelleggel megvan, hogy értékvesztést kell elérni. És ez minden évben módosul. Azzal, ami befolyt, annyival csökken, ami jött hozzá, az emelkedik. Tehát ez az, hogy hogy a mérleget befolyásolja a korábbi évek tartozása. Értem. Köszönöm. Csak így ilyen. Megakadt a szemem. Bizottságok további tagjainak esetleg. Én is különösképpen a bizottságvezető összefoglalta az üzeményeket. Ezek a változások, amit most részrevételek, ez nem befolyásolja. Nem. Másnak sincs megjegyzése a témakör, az észrevétele a vendégeinknek. Amennyiben beérkezett mindenféle kérdés észrevétel, akkor szavazásra teszem fel a kérdést a bizottság tagjai számára, hogy elfogadja az első mindenkortot. És javasolja a képviselőtest lefelé elfogadásra, Nyírdelek város önkormányzata 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét. Amennyiben igen, kézben tartással jelezzétek, tartózkodás ellen szavazat nincs, egy hangú. Második napirendi pont, előterjesztés Nyírdelek város település képi rendeletének jóváhagyására. Esetleg ezek után, hogy több egyszer látjuk ezt a tervezetet, még észrevételek, tisztázandó dolgok, amire már a múltkor és ott minden a mérnök úrtól választottunk. Kamintestet jelzett a mérnök úr felé, hogy bekerült a tervezetbe, majd ezt a átmunk jelzett problémát jelzett és kiavított rendeletet küldte el a építésznek véleményezésre. Ami most előttünk, az már a fétítész által javasolt tahat tartalmazza. Ami javításra szorú szerintem benne, és mondom, hogy javításra marad, mint a korábban, ez a bírság tételnél, hogy a forradatokban szerepelnek az összegek, az szavazó lehet mindenkinek, tehát nagyobbra a kisebb felé megy, a kisebből a nagyobb felé. Ez a 19. oldal 29. feladatos harmadik bekezdéséről van szó, és ott javasolnám ott megforgatni a, tehát a 300, nem a 300-től a 150 felé megyünk, hanem a 150-től a 300 felé megyünk, és a 100-től a 150 felé, illetve a 70-től a 100 felé. Ezt javasolnám módosítani. Nem.
nem úgy működik, hogy ennyi, hát az ennyi idő 300 dollár, vagy 100 forint. Bizottsági tagoknak észrevételük. Laci? Nem tudom valami az időteni, amit tagunk volt. Láthatatlanul fenntartom a tagállásunkat, amit a legjobb tagunkat, a testületőrség úgy döntött, én azt gondolom továbbra is, hogy túlszabályozott ez a rendelet. És láthatatlanul én javasolnám, hogy a legyes számú mellékletben ugye megvannak határozva itt a településképi szempontból meghatározó területek. Én továbbra is indokoltnak tartom a közterületi megnevezést teljes körűen, ugye mert például itt a felső részen, ahol van ez a szürke rész, szerintem egyértelműen azt lehet látni, hogy a Szent István utca, Dózsa-György utca bizonyos részei járt a határon kerület, de én azt gondolom, hogy a hátulsó része, tehát ott, ahol nincsen utca, ott a találkozó hol ér véget, nem tudom érthetően, mert ez a szürke rész, és valami szöveges mellé tenni, mert most hogy fogjuk kiszámolni, hogy most mondjuk a két, akik a környéken, az ő felkel belesik, vagy nem esik bele. Tényleg hát vagy helyezési szám, vagy közterület, utcaházszám, lehet, hogy a helyezési szám megjelölés kézenfekvő, de az is változhat, hogy a ingatlant alakítelket alakítanak, de így ebben a formában, bár úgy helyek közel ismerem a területet, de szerintem nem nagyon azonosítható be, mert nem utcától utcáig van ez a meghatározás. Meg egyébként szerintem nem is olyan sok ez a szürke területre be lehetne megíteni egy helyre az iszlámos felsőtást. Azt hiszem, hogy ezek a területek, amik itt jelölve vannak, azok egyeznek a település, tehát a helyi kicsi szabályzat, illetve a településrendelési terven lévő fogalomnak határozásakkal, amik például itt a település központi vagy települési vegyes lehatárolások. Tehát a helyi építési szabályzatban, meg a településrendelési tervünkben be vannak sorolva a településnek a bizonyos részei, hogy milyen típusú tevékenységet. És ott pedig rajta van a helyezőszám? Nem, ott ugyanígy van, csak így be van, ott színesen van, narancsárgával, zöldek, kékkel, tehát ilyennel van. De hogy egybeesik, meg lehetne nézni, hogy egybeesik az ott lévő lehatárolással. És ott meg helyezőszámilag van lehatárolva. Ott sincs közterületileg, hanem helyezőszámilag van csak lehatárolva. Ha megvan a helyezőszám, akkor meg legalább egy utalás. Igen, mert jön a polgár, vesz egy telket, na, és akkor most fogja számolgatni. Hát én bízok benne egyébként, hogy ez hatályos térkép, ugye ez a másik probléma. Ha ez nem hatályos térkép, akkor csináltunk egy lufit. Még annyi. Azt mondom, akkor elmondtam, hogy még egyszer nem illik. Van egy, kialakult egy olyan érzés, hogy ez valamilyen sablon rendeletből lett megalkotva, mert én szerintem itt a reklámnál, hát én legjobb tudomásom szerint egy buszpályázatban vagyunk, nem igazán van. Ugye, és a vasútállomáson meg az van, meg lehet érteni a reklámot, de én nagyon-nagyon újszerűnek tartanám, ha mi vasútállomásunkon bárki valamilyen reklámot elhelyeznek, például azt, hogy választási malac eladó. Amit egyző úr itt felvetettél. Igen, összeszerűségről. Igen, ugye itt úgy szól a szöveg, hogy bírságot szak. Szakhat ki. Most ez azt jelenti, hogy ha úgy gondolom, úgy érzem a polgármester szakkibírságot, ha meg nem úgy érzem, akkor nem szakkibírságot, tehát rá van bízva. A mérlegeléket semmilyen szempontban nincs hátadva, és innentől meg nem igazán tudom értelmezni ezt a 150 ezer forintból 300-ig. Előtettem a polgármester úrnak délelőtt, hogy erre egy javasolt valami megoldást.
mert ugye akkor az első, a hármas bekezdés ápontjában ki lehet, nem lehet, vagy ki lehet. Ha úgy dönt a polgármester, nem szakképzettséget se, és semmi, de ha már ki akarsz adni, akkor nem szabhat ki, mit tudom én, 100 000 forintot, hanem csak 170. Tehát nem tartom jónak a szabályozás technikáját, hogyha azt mondjuk, hogy maximum 300 000 legyen a bírság, és a polgármesternek van lehetősége erről a mérlegelés körkörében dönteni, akkor legyen az, hogy maximum. És akkor benne van a nulla is, tehát nem szabti bírságot, mert én így nem tudom értelmezni, igaz a többire is nem akarok nem mondani. Érted, Ézó úr? Értem, vagy ne gondolom? Hát, nekem elég úgy. A mi újdonság. Feloldani ezt a szükséget ebben, hogy valamit nem tudom, hogy ez között. Vagy tehet azt mondani, hogy így jó. Tehát, hogy ja, még egy dolgot is mondhatom. Itt jól elvitatkoztunk ezen a döntésen, és ugye a mérnök úr, aki itt volt, én nekem az jött le, hogy mint hogyha egy kőkevésre dolog lenne, ez azt mondta, hogy nem igazán lehet ezen változtatni, úgy értem azt nem, mivel már elfogadtuk a települési kérdőkönyvet. Elvitatkoztunk itt a kerítés istórián, egy jó páran mondtunk véleményt, most így néztem, amiket a polgármester úrnak, na, mi lett a kerítésből? Hát semmi, nincs itt vele, lenne semmi szervezés a kerítésre. Nem gondolom, hogy éjjjnek, nem gondolom, hogy kerül kombessággal, hogy ő megnézte volna a mi jegyzőkönyvünket, hogy mit írtunk le. Hát én azt gondolom, hogy ez formálódik ez a rendelet mindenhol, és sok irányból kapnak ők visszajelzéseket. Hívő ábrád azt mondani, hogy ezt mi most megalkotjuk, és ehhez mi soha nem fogunk hozzáállni. Szerintem ez olyan rendelet lesz, amit úgy lesz az önkormányzatnak egy ilyen rendeletben, folyamatosan figyelemmel fogunk kísérni. Szerintem a lakosság igényeket is folyamatosan igénybe fogjuk venni, hogy ezen javítsunk mindig, illetve a szabályozó is mindig hozzá fog tenni majd valamennyit, meg el fog örülni majd valamennyit. Ezzel mi szerintem fogunk még találkozni, sajnos az az érzésen. Úgyhogy itt se a körülről, se a vésésről nincs szó. Egyéb más észrevétel megjegyzés terjesztéssel kapcsolatban. Akkor arról nem tudom, hogy közfelkiáltással vagy hogy keveredjünk ki ebből, de hát hogy ez a pontosítás helyőrzi szám, vagy utcaházszám szerint, akkor ez egy megvalósítható dolog? Vagy most ezzel mit csinálunk ezzel a javaslattal a bizottsági szinten? Semmit? Majd Laci elmondja a testületérésen is, és akkor meglátjuk. Szerintem meg fogjuk pontra megkérdezni ennek a lehetőségét. Meg akkor a büntetés során. Igen, meg a büntetés részét is, nehogy aztán azt legyen, hogy akkor a területesünk egy esztet tervezett újra végig kell futtatni a folyamatot. Tehát ez olyan szintű változtatás ezen a szövegen, hogy ezt újra kell náluk megjárhatatni. Nem tudom, hogy így van-e, csak nem szeretnél. Világos. A magányos nyújt újra kell járhatatni. Ez legalább háromszor hangzott el, mondjuk a Ruszpárnó meg a Fűzés által. Tehát ez tenderből, és ezt mindenhol, ahol van, mint ember akar elakják. Lehetne benne a repülőtér is? Igen. Mert akkor, ha ez így van, hogy még puhatolózunk, én akkor csak az eredeti előterjesztést szavaztatnám meg a bizottság tagjaival, és akkor ezeket Laci majd volna felveti, és akkor jegyző úr pontosabb vagy tisztázottabb választ tud majd rá adni. Tehát akkor a eredeti előterjesztésről kérdezem a bizottsági tagok véleményét, hogy támogatják-e Nyíregyháza település képviseletének jóváhagyására című napirendi pontot a képviseletestület felé elfogadással, amennyiben igen, kézfeltartással jelezzétek. 4 igen, tartózkodás, egy tartózkodás ellen szavazat nincsen.
A következő napirendi pont. Előterjesztés a Nyíltászor Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalására. Beszámolós, szokszámos ülés, mint rendesen. Előttünk tetszik a egyszerűsített éves beszámoló és közhasznossági jelentése a Nyíltászor Nonprofit Kft.-nek, melyet a felügyelőbizottság elfogadása javaslat, illetve a független könyvvizsgálói jelentés is tartalmaz. Az anyag szertárgazó, az a Kft. Tevékenységi palettája. Meg is kérdezném az igazgató urat, hogy kívánja-e szóval ilyen vizet az írásos anyag? Nem kívánom. Bizottsági tagoknak észrevételük, kérdésük az anyaggal kapcsolatban. A szintjai nagyon távoli, nem konkrétan ehhez, de mégiscsak a 2017-es működéssel kapcsolatban. Azt szeretném kérdezni, hogy döntöttünk, elvi döntést hoztunk, amikor visszajött az intézmény viszontlátásunkba, hogy le tudjuk vinni ezt a tevékenységet a KFT-nek. Gondolom azt szeretném. És azt szeretném tudni, hogy valami történt-e ezzel kapcsolatban, hogy hol tartunk, hogy mégiscsak van egy határos elvi döntésünk. Így van. A döntést addig halasztjuk, ameddig nem látunk tiszta számokat. Vannak, itt lesz a következő napi rendi pontokban maradványi szegély, stb. Stb. Tehát én azt gondolom, hogy mivel a KFT 100%-ban önkormányzati tulajdon, nagyon nagy felelőtlenség lenne átadni egy intézményt akár úgy, hogy tehát nem látunk arra egy pontos képet, és ennek a dolgában nagyon sokat dolgozik, főleg a pénzügy, hogy lássuk már azt, hogy a nyitott megszűnése után milyen helyzet alakul ki, mi az, amit tulajdonképpen átadunk a KFT-nek. Én azt gondolom, hogy ennek a helyzetnek kell letisztázódni, mert hogyha egy ilyen tisztázatlan háttérre rendelkező intézményt adunk át, akkor azzal akár több kárt is tehetünk, mint amit hasznosnak. Természetesen ez a döntéséért át nem vezetjük ezt el. Én azt gondolom, hogy itt még vannak tisztázatlan kérdések. Nem is kevés, hogy mivel ezeket szeretnénk, ezeket a hiba lehetőségeket kiküszöbölni. Egyéb más kérdés? Ha nincs, akkor felteszem a téma kérdést a bizottsági tagoknak, hogy támogatják-e az előterjesztést a Nyíltászor Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített beszámolójáról, illetve a közhasznossághoz szóló beszámolóról, támogatja ezt az előterjesztést elfogadása a képviselő testület felé, amennyiben igen, készben tartása jelezzétek. Köszönöm szépen, egyhangú tartózkodás ellen szavazva. A következő napirendi pont. Előterjesztés Nyíltelekváros önkormányzat a 2017. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására. Annyit előjáróban, hogy önmegállapításként egy megfelelőnek készül a költségvetési beszámoló is. Főszámokban eltérés nem állapítható meg. Ahogy én kivettem, két probléma körül forog ez a jelentés. Az egyik egy polgárviség részéről nem meghatározott cél szerint a felhasználása bizonyos összegnek, egy 5000 forintos tételnek, a másik pedig, hogy inkább egy eljárási hiba az ismereti hagyományőrző kulturális egyesület
számláival kapcsolatban. Ezzel a kapcsolatban, ezzel az anyaggal kapcsolatban kérdés, tisztázó, megjegyzés a bizottsági tagok részéről van-e? Vagy esetleg valaki a vendégek közül kíván-e megnyilvánulni, mielőtt itt a kibontakozik? Jó, köszönöm. Én szóltam, hogy itt ugye a nyíltati polgárosség között megkötött támogatási szerződés felül is állt a mert az ott búzik a történet, hogy a nyíltati polgárosséggel nem támogatási szerződés van kötve. De ugye a civil szervezetekkel van nekünk, amelyek a civil alapokból kapnak pénzösszeget, ők kapnak támogatási szerződést. Egyébként a két polgárosséggel, a sportnak teljesen más szerződésünk van, mert egyébként a döntéshozók között is ül egy elnök úr itt van, és ez teljesen másképp van. Akkor ezt megcsináltuk. Én azt gondolom, hogy ez abszolút nem fedi a valóságot, illetve itt az elszámolás tekintetében a polgárosség az 550 ezer forinttal maximálisan elszámolt, és ezt működési célú támogatásra kapta, és a táblázatból kitűnik, hogy itt a 6. ponttal rendezvény kiadásai az a 25.595 forint, amit a könyvvizsgáló nem fogadott el. Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben elfogadható, ugyanis egy polgárőr egyesületnek bizony évzáróban tetre, illetve most lesz majd tisztújítás. Ezekre bizony fordítani kell. Erre mindig a képviselő testületet meg is hívja, és azt gondolom, hogy erre ennyi pénzösszeget a fordít, az én azt hiszem, hogy jó. Ezt nem tartott olyan, én meg azt gondolom, hogy ezzel a polgárőrség azért olyan nagy problémát nem született felülettel volt, még itt van, hogy valami más problémát találkozott, az egy ilyen aláírás mulasztása volt, és... Igen, pénzügyi elnyező aláírás nem maradt, tehát én azt gondolom, hogy ez azért orvosolható, nem olyan, ami büntetést vonhatnak. Tehát tulajdonképpen... Mégis mekkora a problémák ezek a magatos megvetettél? Most ott arról fogok szavazni, hogy akkor most ezt... Van egy pénzügyi vezető, mondjuk, aki egy papíron az egyiken nem írt oda, ezt oda írt, és kész. Nem, a másik két, mert az utóbbi, hogy ezt értettem. Nem, igen, nem egy vezető. Nem egy nagy fajsúlyú. Mi van ezzel a szerződés, hogy nem is van az, meg mi van azzal, hogy szerintünk még elfogadható a 20. Hát a ellenőr az egy segítség kontrolla a hivatal fölött, ami azt jelenti, hogy ő nekünk az ajánlásokat javaslatokat, hogy ő szerinte ezt hogyan lehetne még jobban csinálni. Amit vagy elfogad, vagy elfogadunk és beépítünk a rendszerünkbe, vagy azt mondjuk, hogy mi nem értünk bele egyet. Ő egy segítségnyújtás nekünk. Amennyiben ő olyan versenyzősben olyan fogú hiányosságot észlel, ami nincsenek még alapozva, akkor nem kötelesség azt jelenteni. Ezek javaslatok felünk, apró pici hibát. Valójában az, hogy ha azt nézzük, hogy támogatási szerződés van beleírva az ő jelentésébe, jeleztük felé, hogy ez nem azon, nem ott rosszul írta, de már nem javította ki, hanem benne van, ez egy átidalható, tehát egy fogalmazásbeli eltérés, tehát ez átidalható. A polgárőrség elszámolásánál, hogy az ő véleménye szerint nem lett volna, tehát nem tudott teljes körülön elszámolni a polgárőrség a nyújtott támogatással, kapcsolatban a feladatállás szerűben nyújtott ugye feladatállás pénzzel. Ez azt, tehát én azt gondolom, hogy arra, tehát azért írta le, mert mondjuk a számlát kapta meg, ami arra egy rendezi szóló számla. Viszont ne esetleg úgy észlelte, hogy nem volt hozzá csatolva a rendezvénynek a meghívója, egy hivatalos valami hozzá jelenléti, tehát valami történt, és ami ezt tudja csatolni, hogy ez a rendezvény, ez nem egy Bartlis Norbert születésnapját ünnepelték, hanem egy, hanem,
Tessék, mi? Névnapját, születésnapját, tehát nem vagy bármiért, hanem egy a polgárőr feladathoz kapcsolódó tevékenységet. Ez lehet a javaslat felén, az elszámolásoknál kérjük ezeket, amennyiben ilyenre számol el, kívánzom az bármely szervezetünk, akkor kérjük ezeket igazolandónak. Ma tudjuk, de hogy ők nem költötte másfélét, azért legyen egy ilyen alátámasztás pluszban. Tehát ennek is kell lenni. Egyébként úgy működik a dolog, hogy ő a 16. éves ellenük, ugye belső ellenőrzi 17-ben, tehát ez a 16. éve mi döntjük el, hogy az a nyújtott pénzt, ami pénzésre döntik el, hogy ez lesz felhasználható vagy nem. Ő utólag mondta azt jelenségben, hogy szerint ez nem biztos, hogy az a környezetben, amit ő látott, el lehetett volna fogadni, mondja ő. De mondom, ez kiegészülne ezekre az alátámasztókkal, akkor ő is sem mondaná, hogy nem, mert akkor ő látná, hogy ez valójában egy polgári rendezvény volt, onnan pedig a partés konzervációja. Ezek az aláírás témák pedig, amik van, az valóban több ezer papírokat, tehát minden papíron működik, előfordulhat, hogy kivett, szóval a személyek, abból hiányzott a 100 volt, az 50-ből egyen, vagy kettőn egy aláírás, hiba pedig mindig van, tehát ezzel nincs esemű. Attól még a tény, hogy ez egy megvalósult, jogszerűen kifizetett dolog volt, azt nem volt kétség. Azt, amit Attila itt felvetettél, tiszta világos volt, hogy mint a polgármester előadók, mert szerintem nekem is oda véleménye, hogy ő rossz útra tévedt, és így belépte magát egy sablomba, hogy egy civil szervezet, akkor az semmi más nem kaphat, csak semmi más jogcímben nem kaphat pénzt, csak mint támogatás. Na most nyilván azt észrevette, hogy az a szerződés nem ugyanaz, mint ami benne van a rendeletben, mint a szerződés. Tehát itt az a lényeg, amit a polgárőrség mondott, nem támogatást kap a polgárőrség, hanem a közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatot lát el, és ha arra kap ellenértéket a támogatás, az azt jelenti főszabályként, hogy nem kérek érte semmit. Egy oldalú. Most ő ezt észrevette, szerint, hogy ő nem tudta behatárolni. Biztos, hogy négy nyomot hagyott benne a nyíltetti polgárőrségnek ez az ügye, mert még a Honosmereti Egyesületnél is beírja még egyszer, hogy egyébként Nyíltelek Város képviselő testülete a polgárőrség, Nyíltelek polgárőrség 2016 évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját ilyen számú határozatával elfogadta, és vagy az van, hogy nem tudta kérdezni a fejébe ezt a dolgot, mert nem ide tartozik, vagy az, hogy egy sablonon ment végig, és bemásolta, és itt meg ezt meg nem javította ki. Én azt gondolom, hogy még azért nem állunk ott, hogy megyei jogú város legyünk, mert van benne egy közgyűlésre való hivatkozása, jól értelmeztem. Most azt Isten igazából nem tudom, hogy nekünk ezt is el kell fogadni, miről döntünk, hogy tudomásul vettük, vagy ezekkel a felvetésekkel egyetértünk fele, amit mi elmondunk, vagy mit, mert most én nem tudom, nekem van egy észrevételem, ő tett javaslatokat nyilván, én nem mondhatom, azt gondolom azt, hogy a javaslatok részt egészítsük ki egy 4-es ponttal, mert ugye ez az ő anyaga. Szerintem azt lehet mondani, hogy vagy tudomásul veszünk, vagy részben veszünk tudomásul. Jegyző úr, tehát ezzel kell volna kezdenem, ugye az ide vonatkozó jogszabály szerint a belső ellenőri jelentése kapcsolatban, akit ellenőriznek, lehet észrevétele. Tettél le valamilyen észrevétele? Az a menet. Szerintem az öreg hiba akkor. Nem, bocs, kifejezés. Nem mindezt el kell volna írni, hogy amit a polgármester mondott, hogy nem értünk egyet ezzel. Írásban ez egyet. Amit mondtam szóban, ez mind elletnek. Ezt megbeszélt, írásban nincsen. Mindegy, ezen már túl vagyunk. Van itt viszont ez a ködbérügy, ha jól számoltam, 19 nap később el volt, és én azt gondolom, hogy nemzeti vagyonról szóló törvény alapján esedékesség álló ködbért nem engedhetünk el, tehát a vállal fogadói játékbeszerzés. Úgy néztem, mint aki nem tudja megérteni. De csak egy gondolat a korábban vártam. Mivel kapcsolatos? Tehát van benne, hogy ki volt kötve, nincs mellett a szerződés, de gondolom, hogy megnézte. A belső ellenőr ki volt kötve, naponként 10 napi késődelmi, a késődelmi ködbért 10.000 forint per nap, és ha én jól számoltam, akkor ez 19 nap, az viszont 190.000 forint körülbelül, akkor azt ki kellene neki számlázni.
ennek a vállalkozónak, mert egyébként ez a jogszerű esedékessé vált, megillet bennünket, akkor egy követelés jön, mondjuk le, amit nem tehetünk szerintem. Igen, ez így igaz is lenne, de nem az. De? Hát elejárték az útot már az oldalba, hamarabb. De hát akkor még ide a dolgozott? Hát a... A sőtésből? Hát a dátumok már egy kicsit probléma volt, mert meg mi csúsztattuk, hogy legyen későbbi október dátumos, mert hogy úgy volt. De akkor ezt is meg kell mondani neki, hogy szerinted? De nekem, mint olvasónak az jött le, hogy itt ebből a dologból, hogy megilletett volna bennünket 190 ezer forint késedelmi kötbérre, úgy gondoltunk, hogy nem kell az neki. Nem, ez nem így, igen. Ez nem jel neki. Nem, csak akkor mivel volt a... Mi kértük, hogy a számlát később állítsak. Nem a számlát, ott a teljesítés. A teljesítés meg volt, ott le volt szállítva, a felállítás is megtörtént. A kinti, csak Marika nézze, a kinti játszótér. Hát ott nem csúszott semmivel. Itt a dátumokkal volt egy kis... Nem jó szállítólevél dátumot írtak rá, mi sem néztünk. De... Ennek az volt mindig a gyakorlata ennek a belső ellenőrzésnek. Különösen, ha van hiba, már pedig, amit most Laci is említett, ezt így veszem, és nem követem el, ez ugye a gyakorlatilag kezelés, hogy mi, hogyha a történetben vagy, vagy nem. Hát te rendszeres vagyok, hogy törvény szerint nem lehet követelést követni. Törvénysértő, vagy nem tudom, hogy csak a ez a dolog. Tehát ennyi, és nyilván ennek van egy háttere a dolognak, amit ugye innen kezdtem menni a belső ellenőrzés, meg magyarázom a bizonyítványt. Elnézést, elnézést, én hibáztam, mert nem szeptemberi dátumot írtam, hanem október, így a közvétel nem tűnt 19 nappal a tó, hanem a játékok ott voltak, csak akármi. Leírom, és akkor egy mondom, hogy milyen a törvénysértésnek az a része, és valaki nekem azt mondja, hogy milyen más fogja a készülártat. Ezek azért nem. Jelen úgy látszik, hogy ember volt erejű dolgokon most, meg legalábbis most, amit elmondhatok, akkor azt következik. Tehát azért lakik, én azt néztem most, hogy összetisztom, hogy az esetet fogom átnézni, igazából, tehát hogy este fogom átnézni. De néztem hozzá, hogy van-e egy másik oldal ennek a dolognak, hogy erre valami magyarázatot tettünk, vagy azt mondjuk, hogy itt egy észrevezetettel megválaszolok nyilván, hogy nem támogatást én kaptam, hanem felvettem, hát első szerződésünk van, vagy valami. Tehát mindegyiknek mi nagyjából tudjuk is, hogy mi a tartalma, na de tehát ezekre azért vissza kell válaszolni, hogy más résznek, hát nyilván tanulságokat levonni. Máskor alá van egy érdem, meg még tudom én, tehát azt nem látszik ebből, hogy mondjuk fenyelmi eljárás kell indítani valaki ellen, nem erre beszélek, hanem tisztálni azokat a dolgokat, mert ugye ezt előveszi majd egy más ellenőr, aki megnézi, hogy a speciál lemetőnek a testületülése, 190 ezer forintot, nem követjátok vissza, hogyha ezek a számok én vagyok, tehát az meg már. Miért a családos? Azért szerencsés, tehát azt javasolnám holnap a testületnél, vagy máskor vannak ilyen felvetések, akkor így kockázatot kicsésztevételünk a dologhoz, de van benne olyasmi, amit magyarázni kell, azt, amikor megkapjuk a jelentést, akkor erre történik a választ. Lehet egy javaslatom? Legyen. Ugyanilyen még ez honnan fog menni testület elé, nem tudom, hogy van
van még egy kis idő, nem lehetne ezeket a tényeket leírni, és testületi ülésen konkrétan. Mikor érkezett ide a játék? Mi lett elírva, hogy azért nem maradjon náluk, vagy nem maradjon senki abba a tudatban, mint én, amikor elolvastam, hogy itt rákérdezem ezekkel a tűnik. Jó, és akkor azt menjem hozzá az anyaghoz. Ugyanígy ezt a szerződésnek a problematikáját. Köszönöm, hogy elkészíten egy fejlődés hozzá. Egy fejlődés, igen, amiket most igazából elmondhatok. Nem értünk egyet, illetve mivel mentek egy kicsit tégultam akkor. És akkor már testületén meg úgy segyek. És ezekkel a megjegyzésekkel egyetértünk. Valószínűleg ez lesz a vége, de... Akár úgy a polgárosságnak is a rendezvény szerződés, tehát egy polgárőrt időt, hogy egyik miatt nem belefogadhatjuk a tévékenységet. Nem derül ki, hogy ez egy számlat fogok ki a sorban. Lát is, én valósatomban nem jött le. Csak 25 ezer. Jó. Akkor egyéb? Akkor az a elhangzott javaslattal szavaztatnám meg az előterjesztést, ami a Nyíregyházi Önkormányzata és Polgármesteri Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására irányul, hogy akkor holnapra ezek a most megtárgyalt megjegyzések, észrevételek, tisztázó mondatok feljegyzésként mellé kerülnek, és akkor én személy szerint én ezt elfogadhatónak tartom ezzel, mert valóban teljesül az is, amit te mondtál, azért, hogy ott van mellette minden. És ezzel a kiegészítéssel, illetve ezzel a holnap elkészülendő anyaggal remélhetőleg ez elfogadható lesz. Így tenném fel ekkor a szavazásra a kérdést, hogy támogatjuk a belső ellenőri jelentés elfogadását, és megkérjük a pénzügyi irodát, a rendőrt edzőulat, hogy ezeket a feljegyzéseket készítsék el mellé. Amennyiben ezt támogatni tudjátok, készfenntartással jelezzétek. Köszönöm tartózkodás elnök szavazatától. Következő napirendi pont. Rendelkezés Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi maradvány összegének elfogadásáról. Ehhez nem érkezett írásos anyag még, de most már igen. És akkor én az lesz a jobb, igen. Által elfogadott beszámolóban szerepel a Szociális Szolgáltató Központnak 6.328.560 forint maradványa van. Ez a maradvány egy kötelezettségvállalat terhelt maradvány 473.359 forint értékben és egy szabad maradvány 5.855.201 forint értékben. Azonban ez a szabad maradvány nem szabad maradvány, ez is kötelezettséggel terhelt, mert hogy a MIT-5, az ESZA, amit egyik beérkező számlákat vette csak figyelembe, és nem azt, ami 2016-7-et érintette, tehát hogy ő lezárt. Minden más nálunk jelentkezett. Tehát azt tudom, hogy a maradvány elfogadás után ezt betesszük a 6.328.560 forint, amit el kell most fogadni, és utána tehát a felosztás, hogy hova van elköltve, azt a következő költségvetési előterjesztéssel fogom majd részletezni. Jó? Semmi másom nincs volna. Végül is akkor itt a problémák, ez alatt nagyon 300 ezer. Nem, ez az elfogadni, mert nem tudom másképpen vinni a költségvetésbe. Tehát ez egy tény, elfogadott. A minisztérium is elfogadta, a kincstár is elfogadta. Tehát ez már nem változhat, ennyi a maradványunk. Ezzel tudom a költségvetést majd módosítani.
irodavezető asszony magyarázatával az kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, akkor megkérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e testület felé. A rendelkezés a szociális szolgáltatók központ 2017. évi maradványt összegének elfogadásáról szóló előterjesztés. Ha igen, készlet tartással jelezzétek. Köszönöm, egyhangú tartózkodás ellen szavazat nem volt. Szeretném megkérdezni, hogy bizottsági szinten az egyebek közötte van-e valakinek felvetése? Nem is lehet fel. Ez a millió áruházhozza. Tehát ugye érdekes van, mert nem a mi intézményünk volt, ugye? Így igaz. Na most az elszámadásával mi van? Azt nem fogadjuk el, mert nekem semmi nincs hozzá. Azt a nyitőt fog elfogadni. Mert ugye az ő köcsébe később szerepel. Az elszámadásával nem tudom elfogadni, mert lámba semmi sincs. Csak a maradványt tudom elfogadni, mert azt át kell vennem. Azért, hogy a költséget is meg tudjuk vinni. És hát még arra várunk, de nem tudunk elfogadni, mert nálam semmi sincs. Tehát a mi költséget is ebben nem szerepel. Tehát én azok kezdve, de a számadást hogy fogadjuk el? Nyilván a kétségekben nem érdekes, mert csak kell látom az elszámadást is. Mert nem csak az elszámadás, mert nyilván már De nem van minden, tehát a nyitók megvan. Az lehet, hogy az utca, a nyitók megvan. Még leltárt nem kaptam. Tehát még leltárt nem kaptam. Tehát beszámolt alátámasztatok, mert mindent nem kaptam meg, és a bizonyos adatokat, amihoz keresztül én meg és a kérdelmének. Szállítunk meg. Az a lényeg, hogy a nyíltelt város azt szeretné, hogy a lázmadását nyíltelt városunk már továbbja el a 17. évi lázmadását a szociális szolgáltatók kérdés az, hogy a 17. évi lázmadását a önkormányzatunk fogadja el, mert hogy nincs, mert nem a miénk volt az adott. Tehát az a gazdasági év, amire a lázmadás vonatkozik, ugye az nem abban a fenntartó, nem a nyíltelt város önkormányzata volt. Viszont ugye a mérleget, ami vezette a költségvetési maradványt, azt viszont el kell, hogy fogadjuk, hiszen ugye az a 18. évi költségvetésünkre be kell, hogy épüljön. Akkor ment egy kérőlevél, vagy egy szakmai állapotlás kérés a minisztérium felé, oldják már fel ezt a fajta problémát, hogy ott most az árszámadás, kinek kell elfogadni az árszámadás, illetőleg ugye a költségvetési maradvány hogyan kell rendelkezni. Ezt várjuk, még ez nem érkezett meg, azért maradt üres ez az előterjesztés, mert remélhetőleg fognak valami okosat mondani ők róla, és ahogyan ők fognak, amit ők fognak mondani, hogy úgy fogunk eljárni, mert azt gondolom, hogy az ugye jó dolog, hogyha majd jönnek ellenőrizni, akkor fel tudjuk mutatni, hogy azt szerint jártunk el, amilyen szakmai irányítatást kaptunk. Ahhoz képest, hogyha eddig a gomba? Van még. Itt azért rengeteg idő van, persze nem mondhatnám, de... De hát, hogyha mindenki a gyerszakban, akkor Vaskó képviselő úr... Csak nem jelent. Így. Csak te ezt levét fordok.
elvárom, hogy mondják. Azt akarod mondani, hogy akkor menjek ilyen kötélverőnek. Nem. Bár ez nem az egyebekhez szól, de tisztáztuk már. Hát remélem, számolatlanul. Igen, napirányi kontor. Semmi gond, tisztázzuk az jó, lássuk tisztára számomba. Megyek a napirányban. Tartozom egy kicsit hozzá, inkább ide forma lesz. Egyebek? Ha nincs egyebekben felvetés, akkor zárt ülést rendelnék el, mert a 7. és 8. napirendi pont az zárt ülés.